Városőr segítségével sétálnak át a gyalogátkelő helyen a Dózsa György általános iskola tanulói. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a város több iskolai intézményéhez közel lévő zebrákon a rendőri jelenlét mellett két városőr és egy polgárőr irányítja a forgalmat a biztonságos átkelés érdekében. A kisiskolásoknak a biztonságos átkelését biztosítjuk a táblával együtt, felmutatjuk és az autók ugye, hogy megállnak és biztonságosan átkelnek. Vári Bernadett kisgyermeke is az iskolába igyekszik. Az anyuka úgy véli, minden szülő sokkal nyugodtabb, hogy vigyáznak a gyermekek testi épségére. Hát biztonságosan kelnek, hál' Istennek át, meg vigyáznak a gyerekekre. Tóth Györgyné, az általános iskola igazgatója szerint a legfontosabb, hogy a nebulók még kisgyermekkorban megismerkedjenek a közlekedés különféle szabályaival. Egyrészt találkoznak azzal a közeggel, aki a biztonságukat garantálja az országon belül, másrészt megismerkednek olyan szabályokkal, amelyeket az életük során be kell tartani, gondolhatok itt a közlekedési szabályokra, vagy a bűnügyekkel kapcsolatos szabályokra, jogszabályokra, és hát rengeteg élményben van a gyerekeknek ez. Szilágyinál van még ugye ott, de ott is csak a behajtás. Németh Miklós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője elmondta, a tanévkezdés idején megnő a gyalogos, illetve autós forgalom az intézmények közelében, így az egész éven át tartó úgynevezett iskolarendőr program részeként minden intézménye jelen vannak. A program célja nyilvánvalóan egyrészről az, hogy felhívjuk a közlekedők figyelmét arra, hogy az iskola kezdésnél fokozottan lehet számolni a gyerekekre, akik még nem biztos, hogy teljesen tudják azt, hogy is kell megfelelően közlekedni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy itt a közelben egy iskola van, és ez a gyalog átkelőhely, ami mögöttem látható, fokozottan balesetveszélyes ebben az időszakban különösen. Másrészt természetesen a program része az is, hogy a gyermekeket osztályfőnöki óra keretében felkészítjük arra, hogy a közlekedésben hogyan kell részt vegyenek. A 2008-ban útjára induló országos kezdeményezésben havonta egyszer az osztályfőnöki óra részeként a gyermekeknek baleset és bűnmegelőzési órákat is tartanak majd a rendőrök.